Köszöntöm Önöket, a Kaleidoszkópot látják. 1989 óta, január 22-én ünnepeljük a Magyar Kultúra Napját, annak emlékére, hogy Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon tisztázta le a himnusz kéziratát. Mai adásunkban a jeles naphoz kapcsolódó 17. kerületi rendezvényekről láthatnak egy összefoglalót. A következő percekben a Vigyázó Sándor Művelődési Központba, majd pedig az Erdős Ranéház muzeális gyűjtemény és kiállító terembe látogatunk. Tartsanak velünk! Január 20-án a Magyar Kultúra Napját ünnepelték Rákos mentén a Vigyázó Sándor Művelődési Központban. A program keretében az intézmény Ballonyi Galériáján megnyílt Babusa János szobrászművész kiállítása. Bemutatták az alkotó eddigi pályafutását összefoglaló Babusa 60 című könyvet, továbbá a kétszeres Kossuth Díjas Kaláka együttes koncertjén is részt vehettek a megjelentek. A rendezvényen Dunai Mónika, Rákos Mente országgyűlési képviselője és Horváth Tamás polgármester mondott köszöntőt. Az esemény továbbá Rákos Mente testvérvárosának, Gyergyószent Miklósnak küldöttsége és számos önkormányzati képviselő is megtisztelte jelenlétével. Babusa János szobrászművész eddigi alkotásaiból egy válogatást láthatnak azok, akik ellátogatnak a Vigyázó Sándor Művelődési Központ Ballonyi Galériájára. A tárlatot január 20-án a Magyar Kultúra Napjának tiszteletére életre hívott eseményen nyitották meg, melynek keretein belül elsőként Dunai Mónika, Rákos Mente országgyűlési képviselője köszöntötte a jelenlévőket, és mint kiemelte, már hagyomány, hogy a jeles naphoz kapcsolódva mindig egy olyan alkotó mutatkozik be, aki meghatározó alakja a 17. kerületi művészeti életnek. A Babusa 60 címet viselő tárlat pedig egy mérföldkő és egy összegző kiállítás az alkotó eddigi tevékenységéről, tette hozzá. Érdemes megnézni egyesével azokat a műveket, amelyeket itt láthatunk a falakon és a posztamenseken. Szeretném felhívni a figyelmet ott a sarokban egy olyan rajzra, amelyet János a nagymamájáról készített, egyszerű grafit ceruzával, egy kicsit már megsárgult papírlapra. Itt súgja, de emlékszem rá, hogy ezt a képet ő 12 éves korában készítette. Tehát itt a mai tárlaton a legrégebbi alkotás, az, amit már meg ismer mutatni a művész, az 12 éves korában indult, illetve született. Mi Jánost a mi művészünknek, ahogy mondtam, most már egy kis ideje a lakhelye Gödön van, de tudjuk azt, hogy közénk tartozik, itt élt egészen 14 éves korától, és ha valaki nem vette volna észre, hogy nem itt alszik éjszaka, hanem Gödön, akkor azt láthatja, hogy továbbra is a rákosmenti kulturális életnek szerves része. Talán fel se tűnt még sok embernek, hogy az itteni aktív életét kiegészíti egy gödi ottléttel is. Mi büszkék vagyunk arra, hogy olyan művészeink vannak itt Rákos mentén, akik szeretnek itt élni, szeretnek itt alkotni, inspirálják egymást és inspirálják a fiatalokat is. Én szeretném megköszönni mind kerületi művészeinknek, mind az összes intézményünkben dolgozó óvónőnek, rajztanárnak, pedagógusnak, hogy már egész kisgyermekkorban úgymond elkapják a gyermekeket, és a művészet szeretetére nevelik, oktatják őket. Talán ez a nyitja és ez a kulcsa annak, hogy ez a befogadó kulturális tér itt Rákos mentén, az itt alkotó és élő művészekkel együtt bizony olyan erőt és kisugárzást képvisel, amely én azt gondolom, hogy méltán tesz bennünket olyan kerületté, olyan helyé, amely a művészetek bölcsője és a művészetek otthona.
A kiállítás megvalósításában Babusa Jánost, Ilosvai Krisztián festőművész segítette. A képzőművészeti mustra a rendezvényen bemutatott, szintén Babusa 60 címet viselő könyv alapján lett összeállítva. Elkészült a katalógus, ez a Babusa 60 című könyv, amiben tulajdonképpen az elmúlt idő összes műve benne van, és ebből a Ilosvai Krisztián barátom válogatott, és ő is rendezte ezt a kiállítást. Azon fölül pedig azok a művek, amik itt a kerületben, 17. kerületben, Rákospedvér megtalálhatók, azok fotókon vannak bemutatva, olyan 34 műről van itt most. Valamely ugye elkészült a könyv, és itt én magam is meglepődve látom, hogy milyen sokrétű a gondolkodásom a műveknek a megvalósításának a módja. Tehát egy nagyon nehéz volt tematikusan úgy összerakni a könyvet, hogy egymásból következzenek a művek. Így azt választottam, hogy térségben, tehát Budapesten lévő alkotások, és akkor így ennek a felsorolása egy képi formában a könyvben, és Budapest és környéki, vidéki alkotások és külhoni. És utána pedig jönnek a vegyes dolgok, amik ilyen tervezések, makettek, kis plasztikák. Vége pedig festményekkel zárom a könyvet. A tárlat összesen 34 alkotást mutat be, melyek közül több Rákosmentéhez kapcsolódik, ugyanis a szobrászművész sok éven keresztül lakott és alkotott a 17. kerületben. Majdnem mindegyik egy órát tudnék mesélni, miért történt, hogy történt. De hát abban a szempontból, hogy mégiscsak Rákosmentén vagyunk, talán azért mégiscsak kiemelném a Bartók szoborcsoportot. Itt a Bartókház, Bartók itt a nagyműveit itt készítette, írta. Szerezte a zenét. Tehát itt egy fontos dolog van, nem beszélve a helyi dolgokkal kapcsolatban, ugye a szlovák, a német kisebbségek itt nagyon meghatározóak voltak a kerületben, és itt ez a szoborcsoport ezt a hármat így egybe kovácsolja. Itt éltem, és a Gózó Színházban volt a műtermem 15 éven keresztül, tehát nagyon sok olyan jellegű művem is van, ami itt a színházban is egy kicsit, vagy nem is kicsit, talán nagyon is kapcsolódik. Gózó szobor több formában létezik, ugye van a kőszobor, ami egy ilyen belszobor, amit a fotókon lehet most látni, akkor maga a színház, ha elkészül, akkor visszakerül majd a életnagyságú Gózon szobor. A Berkiri elkészült bronzböntőben van most a raktáron a bronzböntőben, az is majd a színháznak az elkészültével együtt lesz majd felavatva. Babusa János elárulta, egy-egy munkája esetében hogyan néz ki az alkotói folyamat, illetve hogy mi az, ami jelenleg is dolgozik. Én általában nálam így megszületik fejben a plasztika, és akkor vagy plasztilinbe, vagy a nagyobb méretű anyagba elkezdtem a szobrot, utána ezt átviszem egy tartós anyagba a gipszbe, és akkor onnan derül ki, hogy most vagy kőbe lesz valagva a mű, vagy pedig bronzba öntjük. Több dolgon vagyok most túl, bronzöntőben vannak az alkotások, van egy életnagyságú szobor, aminek még nem volt sajtótájékoztató, hogy most azt kihagynám, de amit a kerülethez kapcsolódik, a Balaton keresztüli testvérvárosban két szobron lesz március 15-én avatva, egy mincenti mellszobor és egy Kossuth szobor. Majd Milisics Máté művészettörténész méltatta a kiállító eddigi tevékenységét, amely, mint fogalmazott, magas művészeti minőséget képvisel. Mint kifejtette, Babusa János alkotásai, köztük a köztéri szobrok, kisebb plasztikák és festmények is az érzelmes realizmus jegyében készültek, a tárlat látogatói pedig biztosan találnak majd a lelkükhöz, szellemiségükhöz közel álló műveket. Itt van egy nagyon gazdag életmű. Babusa 60 az nem csak 60 alkotás, hanem sokkal több, és ugye valaki megnézi ezt a válogatást, vagy kezébe veszi azt a vastag könyvet, akkor szerintem találni fog a lelkéhez, lelkületéhez, szellemiségéhez közel álló műveket, valamire úgy fogja érezni, hogy igaz, amit én mondtam, művészettörténészként, hogy ez az érzelmes realizmus, valamire azt fogja érezni, hogy ez egy visszafogott realizmus, de mindegyikre igaz lesz, hogy egy magas művészi minőséget képvisel, és méltó arra,
hogy a Magyar Kultúra Napját János, Babusa János kiállításával ünnepeljük. Így nyitom meg ezt a kiállítást, hogy ez egy hármas ünnep. Köszöntsük Jánost, köszöntsük azokat, akik részt vettek a kiállításban, és emlékezzünk mindazokra, akiket János megidézett, és egy utolsó mondat, hogy nem csak a nagy emberek, Bartók Béla, hanem azok, akik között gyűjthetett, magyarok, szlovákok, de mondhatjuk azt, hogy németek és románok, mert ez így együtt egy kultúra. Most a Magyar Kultúra Napját ünnepeljük, de mégis, ahogy János művészete is több, mint a rákosmenti kultúra, több, mint a gödi kultúra, több, mint a magyar kultúra, hisz finnországi rajzait is látjuk. Ez egy egyetemes, de mindig a lokálisból építkező művészet. Hát így köszöntelek János, így köszöntöm Önöket, hogy a magyar kultúra, az egyetemes kultúra egy közös ünnepén vagyunk itt együtt. Örülök, hogy együtt lehettünk. A tárlat megnyitotta a Bartók Béla Alapfokú Művészeti Iskola népzenei tanszakának növendékei, a kis vadalmák zárták, akik Bartók gyűjtéseiből adtak elő egy dalcsokrot. Hogy ne hallják dobogását. Felveszi a vállára, viszi róza ablakára. Kelj fel, róza, itt a májfa, egész éjjel vigyázz rája. Az esemény 19 órától a színházteremben folytatódott, ahol elsőként Horváth Tamás polgármester felidézte a jeles nap létrejöttének körülményeit. Mint elmondta, 1989 óta január 22-én ünnepeljük a Magyar Kultúra Napját, annak emlékére, hogy Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon tisztázta le a himnusz kéziratát. A városvezető továbbá rávilágított, a magyar kultúra mi magunk vagyunk, ugyanis nélkülünk nem létezik. Mi is az a kultúra, amiről annyit írunk és beszélünk, és mitől lesz magyar ez a kultúra? Hadd válaszoljak erre egy személyes kitétellel. Gyermekkoromban édesanyám esténként, lefekvéskor mindig mesélt nekem s testvéreimnek. Mesélt a szálláskérő rókáról, kacorkirályról, mesélt a kismalacról és a farkasokról, az égigérő paszújról, a csillagszemű juhásztól. Mi gyermekek pedig boldog mosolyal az arcunkon aludtunk el, mit sem tudva még arról, hogy ezek a népmesék is a magyar kultúra részét alkotják. Vagy amikor népdalokat énekelünk. Én magam is, mert nagyon szeretek énekelni, amikor felhangzott az A Csitári hegyek alatt, vagy az Elindultam szép hazámból című népdal, önkéntelenül is a magyar kultúra hangját szólaltattuk meg. És még folytathatnám a sort, de úgy hiszem, nem szükséges. Mert érezzük, mert tudjuk mindannyian, hogy a magyar kultúra mi vagyunk. A magyar kultúra nélkülünk nem létezik, velünk együtt lélegzik. De ez azt is jelenti, hogy a magyar kultúra hiányában mi sem vagyunk, és nem is leszünk, mint oldott kéve széthull nemzetünk. De tovább megyek. Most, amikor az Európai Unió léte és jövője egyre inkább foglalkoztatja a világot, újra és ismét határozottan ki kell jelentenünk. Nincs európai kultúra nemzeti kultúra nélkül. Nincs európai kultúra magyar kultúra nélkül. Mert a nemzeti kultúra a kisebb helyi közösségekre épül, amelyek gazdagítják a nemzet létét. És mivel a kultúra nem csak tudást és műveltséget hordoz, hanem erkölcsi támaszt is nyújt, a mi feladatunk, hogy mindezt őrizzük és továbbadjuk. Ezt követően a kétszeres Kossuth díjas Kaláka együttes adott koncertet. Thank you.
dicsőséggel. Nyújts feléje védőkar, ha küzd ellenséggel. Bal sors, akit régen tép, hozz rá vigesztendőt. A zenekar Hozz rá vigesztendő című fellépése során több ismert költő verse is elhangzott. 55 évesek a lánkam, úgyhogy nagyon sok olyan klasszikus költő van a repertoárunkon, aki nagyon ide kívánkozik egy ilyen kultúra napi koncerte, Arany János, Kosztolányi, József Attila, és lesznek Vörös Sándor, Kányádi. Tulajdonképpen azok, akiket amúgy is énekelnénk, ha nem lenne kultúra napja, de milyen jó, hogy van, mert akkor még erre is lehet hivatkozni. Az idén alapításának 55. évfordulóját ünneplő Kaláka eddig 30 lemezt adott ki, és az évek során több mint 1300 daluk született. Grillusz Dániel, az együttes alapítója, összegezte a formáció elmúlt több mint 5 évtizedének történéseit. Egy jó céllal indultunk el, én azt hiszem ezzel, hogy verseket énekeljünk a magunk módján. Persze korábban kezdődik a történet, mert ilyen kodályrendszerű általános iskolában jártunk valamennyien. És Mikó Pista barátom, akit színészként nyilván mindenki ismer, talán kevésbé dalszerzőként, de ő alapító tagja volt a Kalákának. Együtt kezdtük el Vilmos öcsémmel, meg így 1969-ben. És akkor már abban az évben bemutatkoztunk, aztán meghívásokat kaptunk mindenfelé. Én nem is tudtam, hogy honnan tudják a telefonszámomat, hisz nem volt még mobil, nem volt még e-mailünk, és jöttek a meghívások, tévé, rádió is elkezdett foglalkoztatni, hát valahogy így alakult. És azóta is körülbelül ugyanúgy van. És én azt hiszem, a szellemisége se sokat változott. Nem volt szükség felülvizsgálatra ebből a szempontból, hisz mindig azt akartuk szolgálni, hogy a verseket felmutatni, és olyan dallamokat passzítani hozzá, amivel jól érthetően elő tudjuk adni. És szeretjük, amikor valaki azt mondja, de szép ez a vers. Még Kányádi Sándor bácsi azt is írta rólunk, hogy egy elegáns zenei tálcát teszünk a vers alá. Persze tudom, hogy lehet attól még fütyülni a dallamát akkor is, hogyha nem hallja az ember a verset. Hát vannak, akik nem tudnak magyarul, és azok is szeretik, de nekik is mindig elmondjuk, hogy körülbelül miről szól. Kolozsvárra jövet, elveszett az úton, el a török követ. Pedig egyenest az isztambuli öreg szultántól jött volna, ha megjön a követ. Fényes kísérettel, ahogyan csak jöhet, Konstantinápolyból egy szultáni követ. Fötte a lovát és selyembrokát szövet, bíborban, bársonyban lovagolt a követ. Turmányára fordul, derekára övet, a fényes szultántól kapott volt a követ. Csillogtatta a nap a sok drága követ, éjszaka sem veszhet el egy ilyen követ. Mégis amit mondják... A Bece Gábor nagybőgő gitár, Grillusz Dániel furuják citera, Grillusz Vilmos cselló gitár és Radványi Balázs mandolin gitár által alkotott formáció zenéje sokszínű és a versekből következően sok stílusú is. Az egyéni hangzást pedig a négy énekhang, a klasszikus és népi hangszerek együttes játéka adja. Grillusz Dániel elárulta, hogyan születnek meg dalaik és hogy mi alapján választanak verseket. Nem tudom, ezer hány dal van, hogy mindegyiknek megvan a maga története. Most azt kérdezem, hogy egy ember hogy él? Hát vagyunk 8 milliárdan, és mindegyiknek tulajdonképpen megvan a maga születése, a maga élete, esetleg elmúlása. Hát nálunk is ezek a dalok, valakinek eszébe jut, valaki megkér rá, valaki ad egy ötletet, valaki megrendeli. Valamilyen műsor betét dalaként, akár tévé vagy színház. Szóval mindegyik valahogy egyszer elindul, de olyan is van, hogy az ember mondol egyet, hú, nem ilyen, ezt most el fogom énekelni, és eszébe jut róla. Néha egész váratlan szituációban, nem is gondolja. Nekem van olyan dalom, amit tudom, én szaunában írtam, és eszembe jutott valami. Szóval, aztán olyan is van, amin az ember kotlik évekig. Emlékszem, hogy Arany Jánostól a családi közdal, 20 évig
készült. Nagyon szerettem, és többször nekiültem, és ez se jó, ez se jó, ez se. Szóval mindegyik, megvan a magunk sorsa a daloknak is. Úgyhogy az imént céloztam rá, hogy az két dolog. Vagy valaki választja és nekünk ajánlja, vagy valaki fölkér rá, ez az egyik lehetőség. A másik pedig, hogy mi valamire ráérzünk. De még van egy harmadik is tulajdonképpen, mert ha elhatározunk, hogy most egy Szabó Lőrinc albumot csinálunk, egy Kányádit, egy Vörös Sándort, vagy Kosztolányit, vagy József, ezek mind vannak a repertoárunkon az idők során, akkor arra koncentrálunk, és azt nézegetjük. Vagy például erdélyi gyerekvers antológia, Ragyog a mindenség, egyszer a Csíkszeredai Gutenberg kiadótól kaptuk az ötletet, és akkor egy rengeteg verset. Akkor elosztottuk egymás között 24 költőn, mindenki kap 6 költőt, ezek közül választhatok, és az ember abból a készletből válasz, és hát megint csak azt mondom, amiről eszébe jut valamilyen zenei gondolat, azt fogja a közösség elé tárni, és aztán valahogy így közösségi munkában, kalákában mondhatjuk, születik meg a végső formáját, végső, hát az is, az sem végső, mert néha még később is alakul. Anandu 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 Nagy madár Anandu Szép madár Anandu Bolyhos madár Anandu Anandu Bolyhos szép nagy madár Anandu Élet a stressz Rambó Ha üldözik Anandu Ha üldözik még szárnyával is Anandu Még szárnyával is könnyű. Mit tudna tanácsolni azoknak a zenészeknek, akik szeretnének versekből inspirálódni, vagy verseket megzenésíteni? Hogyan érdemes a versekhez hozzányúlni? Lehetőleg úgy, hogy ha már magyar versekről van szó, akkor valahogy induljunk ki a verseknek a formájából, a prozódiájából, és próbáljuk a hangsúlyokat, a mondathangsúlyokat is oda tenni, ahol vannak. Ezt passzítgatni kell a zenéhez, de ezt meg lehet. Ráadásul mi magunkról azt szoktuk mondani, hogy mi nem is stílus vagyunk, hanem egy műfaj. Mert van olyan nóta, ami latinos, van olyan, ami jazzes, van, ami esetleg magyar népzenére hajaz, van, ami délszláv népzenére. Tehát nagyon sokféle van. Aki itt a koncerten hallja, vagy ha bejátszásokat néz, itt is többféle stílus fog megszületni. És ez is valahogy mindig a versből jön. Nyilván egy középkor, mint van Vion lemezünk, ott sok ilyen középkori jellegű muzsikát játszunk. Szóval nyitottnak kell lenni, azt hiszem, ezt mindenképpen tanácsolhatom. Nem árt, hogyha van valamilyen zenei felkészültség az illetőnek, a harmóniákat illetően, vagy, és jó ízléssel illik hozzányúlni, és nem letiporni a verset, annak az ürügyén fölmászni valami létrára, hanem lehetőleg azt felmutatni, és csak úgy tudjuk felmutatni, hogyha tényleg úgy értelmezzük, ahogy ezt a költő is értelmezhette vele saját elképzelésünk szerint. A koncertet követően a Vigyázó Sándor Művelődési Központ fórumtermében Horváth Tamás polgármester mondott pohárköszöntőt. A városvezető hangsúlyozta, büszkék lehetünk arra, hogy a 17. kerület számos kulturális rendezvénynek ad otthont, illetve hogy Rákos mentét több művész is otthonául választotta. Büszkék lehetünk itt Rákos mentén a magyar kultúra ápolására, hiszen az 5 művelődési házunk évről évre minél több színesebb műsorral, programmal örvendeztet meg bennünket. Úgy gondolom, hogy ez megfelelő szintű ápolása a magyar kultúrának, de nem csak a magyar kultúrának, hanem talán a helyének is, hiszen nagyon sok művészünk van mindenféle művészeti ágban, és büszkék lehetünk arra, hogy itt Rákos mentén ilyen sok művész él és alkot. A Magyar Kultúra Napjának tiszteletére életre hívott esemény kötetlen beszélgetéssel ért véget. A Babusa 60 című tárlat február 18-áig látogatható a Vigyázó Sándor Művelődési Központ nyitvatartási idejében.
Január 21-én az Erdős René Ház muzeális gyűjtemény és kiállító teremben folytatódtak a Magyar Kultúra Napjának tiszteletére szervezett 17. kerületi programok. Az esemény keretében Feledi Balázs művészeti író nyitotta meg az intézmény hagyományos kollektív tárlatát, amelyhez idén 34 rákosmenti kötődésű alkotó csatlakozott. Köszöntőt Horváth Tamás polgármester mondott, továbbá dr. Füzesi Péter alpolgármester, Rákosmente testvérvárosának, Gyergyószent Miklósnak küldöttsége, valamint több 17. kerületi önkormányzati képviselő is tiszteletét tette a rendezvényen. Kerényi Eszter Lilla Fuvola művész előadásával vette kezdetét az Erdős René Ház muzeális gyűjtemény és kiállító teremnek a Magyar Kultúra Napjának tiszteletére életre hívott kiállítása. Az esemény keretében Horváth Tamás polgármester köszöntötte a résztvevőket, majd örömét fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy az eseményen szép számban jelentek meg a kerület művészetkedvelő polgárai, illetve hogy Rákosmentét számos művész választotta otthonául. Rákosmentieket nagyon érdekli a kultúra, és nagyon szeretik a kultúrát. Ugye a Kultúra Nap előestéjén ez egy, úgy gondolom, hogy megfelelő szintű emlékezés arra, hogy a magyar kultúra milyen régről ered, és hogy milyen sokan művelik. Azt most megmutatták itt önök, akik a kiállítást megszervezték. Úgyhogy köszönöm a művészeknek, hogy ilyen sok művet elhoztak ide, és hogy minden évben megtisztelik a Magyar Kultúra Napját ezzel a fantasztikus kiállítással. De mondhatnánk azt is, hogy Rákosmentén egész hétvégén a Kultúra Napja jegyében telik, hiszen már tegnap kezdtük a Vigyázó Sándor Művösi Központban egy kiállítással, ott is hallhattunk Bartók dalokat, aztán jött egy verses zenés előadás, ugye a Kalák Együttes prezentálásában, ami nagyon felemelő volt. Úgy gondolom, hogy megfelelően megemlékeztünk a kultúránkról, a Kultúra Napjáról, és ez nagyon nagy öröm számunkra Rákosmentén. Én büszke vagyok arra sok művészre, aki itt él és itt dolgozik Rákosmentén, hiszen nagyban gazdagítják a magyar kultúrát, és hát elsősorban Rákosmentét is természetesen. Ennek nagyon-nagyon örülünk, és igyekszünk is mindent megtenni annak érdekében, hogy ez így is maradjon, és remélem, hogy a 24. kiállítása nem lesz vége, hanem jövőben ugyanígy tudjuk folytatni ezt a kiállítás sorozatot, és majd az 50-et is talán itt tudjuk ünnepelni az Erdős René Házban. Tárlat 34 rákosmenti képzőművész közreműködésével valósult meg, az érdeklődők pedig a helyszínen 59 alkotást, köztük szobrokat, festményeket, grafikákat és kisplasztikákat tekinthetnek meg, melyek változatos technikákkal készültek. Itt az Erdős René Házban a Millet centenárium óta, tehát 1996 óta rendezzük meg ezt a, illetőleg rendezték meg korábban a kollégáim ezt a tárlatot. Rákosmente képzőipar és fotóművészei mutatkoznak be rajta. Pontosan 59 mű van kiállítva, 34 kiállító szerepel a kiállításon. Ácsi Józsi bácsira, a szobrász, tavaly elhunyt szobrászművészünkre, a kerület díszpolgárára is emlékezünk egy mű kiállításával. Azt kell, hogy mondjam, hogy a legkülönfélébb technikákkal készültek itt az alkotások, kis plasztikák, grafikák és festmények, meg fotók vannak többségében, és
mindegyik más-más technikával készült. Ádám Ferenc történész múzeológus továbbá elmondta, az idei évben arra kérték az alkotókat, hogy olyan művekkel készüljenek, melyek valamilyen vonatkozásban kapcsolódnak a Magyar Kultúra Napjának szellemiségéhez. Ez egy nagyon érdekes kiállítás, nagyon jó kiállítás, ugye ezek a kiállítások mindig nagyon sokszínűek, de azt még el szeretném mondani, hogy én körülbelül 20 év, 21 néhány éve látom ezeket a kiállításokat, illetőleg szervezzük, rendezzük ezeket a kiállításokat, de ennyire színvonalas anyagtalán sose volt. 1996 óta hagyomány az is, hogy a kerületünk polgármestere átadja a kiállítás fődíját. Ezen kívül két díjat szoktunk átadni. Nem szeretjük azt, hogyha sok kis díjat adnak át, legyen rangja annak a díjnak. Ugye a fődíjat most Horváth Tamás polgármester úr adja át, és Szabó Tiborné és Hatvani Zoltán, akik már szintén, szinte hagyományosan támogatják ezt a rendezvényt, ők adnak még át díjat. A tárlatot Feledi Balázs művészeti író nyitotta meg, aki elsőként a jeles évfordulókról, majd azokról a 17. kerületi kötődésű művészekről szólt, akik már nem lehetnek közöttünk. Ezt követően az idén kiállított alkotásokat, illetve azok megálmodói itt méltatta, kiemelve, hogy a bemutatott munkák az új iránti érzékenységről tanúskodnak. Idén is tehát ez a kortársi kiállítás nagyon hangsúlyos, nagyon jó pontokat mutat be arról, hogy miről is van szó, amikor kortárs magyar képzőnszetet említünk, amiben a fotó és az iparművészet ugyanúgy benne van. Ez az igényesség, az új iránti érzékenység, a rutintól való távoltartás, amit valószínűleg nem először mondok, lehet, hogy itt és amely minden alkotó munkára leselkedő egyik legnagyobb veszély. Ez nagyon-nagyon fontos, de ennek a jó jeleit látni ezen a kiállításon. Köszönöm polgármester úr bevezetését, a biztató szavakat a következő évtizedekre. Az esemény zárásaként három díj került kiosztásra a művészek között. A Szabó Tiborné önkormányzati képviselő által felajánlott jutalmat Rácz Katalin keramikus művész kapta, aki terrakotta portréival, Szonyával és Orsival nyerte el az elismerést. Meglepetés volt, mert nagyon sok jó mű van itt a kiállításon, úgyhogy nagyon meglepődtem, de örülök neki természetesen, az ember örül minden elismerésnek. Két terrakotta portrét adtam be a kiállításra, két leányzóról, két teljesen ellentétes jellemű és egyéniségű leányzót mutattam be, és az egyik itt van a Szonya, a másik pedig az Orsi, tehát egy fiatalabb is, és még ott van benne a jövő, az is benne van. Hát az idén nyáron készültek ezek, és hát az egyik, a Szonyát, azt nyáron Gyulára szoktunk menni művésztelepre, a gyulai művésztelepnek, én is a tagja vagyok, és ott is szoktam portrékat készíteni. Terrakotta, vagy hát agyagból mintázom, úgy készül, hogy akkor, mikor elkészült, utána kiváljuk a közepét, olyan lesz, mint egy edény, és akkor utána, ha megszáradt, akkor kiégetjük, és hát így lesz belőle terrakotta portré. És hát az Orsit pedig egy kicsit később, őt már itt van, a Ligeten otthon, ahol lakunk, Rákos Ligeten, ott készítettem. De még iskolaidő előtt, mert nem volt könnyű rávenni, hogy hajlandó legyen nekem modellt ülni, már két éve udvarolok neki, hogy de nagyon szép kislány. Hatvani Zoltán önkormányzati képviselő pedig Benedek József szobrászművésznek adott át elismerést, az alkotó két beadott munkájáért vehetett át díjat. Természetesen nagyon örvendek, hát, hogy bíráló bizottság, illetve a kollégák ezt a díjat ideítélték nekem. Van egy bronzplasztika, vágtázó lovak. Gyerekkoromban lovakkal kezdtem a tevékenységemet. 4-5 éves koromban. A tárlat fődíját idén M. Novák András vehette át Horváth Tamás polgármestertől. A szakmai zsűri idén a festőművész Pilinszky János keringő című verse által ihletett, vegyes technikával készült festményét találta a legkiemelkedőbbnek. Van a Pilinszkynek ez a verse, amelyiknek ugyan keringő a címe, amit ma se értek, de igazából az a 4-5 sor, az valahogy az fogalmazza meg, hogy ugye
végül is halhatatlan és maradandó, amit élhettünk, és ez tényleg teljesen mindegy, hogy én itten szót kértem a mikrofonnál is, ugye, hogy az eszkimó a hidegbe él, a tuareg a melegbe, egyik se akarja elhagyni azt a helyet. Valahogy hát nekünk, a magyaroknak különösen a nyelvbe zárt gazdagság, de tényleg az emlékek, az elment ősök, ismerősök, szóval tulajdonképpen a hazám, az otthonom. Ez a kép idén készült. A vegyes technika, hát az azt jelenti, hogy amilyen festék a műteremben adódik, az rákerül a képre. Igazából, hát zömmel, most nem menjünk bele, hogy milyen matériák, mert ma már többféle van. Örülök, hogyha adódik otthon egy lángoló narancs, meg miben. Végtelen drágák van már ezek a festékek. És sajnos a mai kortárs művészet hajlamos mindenféle vicik-vacak anyaggal, mert anyagilag is, meg a méretek vonatkozásában sokszor ilyen értelemben vegyes. A rákosmenti képző, ipar és fotóművészek munkáiból nyílt kiállítást február 18-áig tekinthetik meg az érdeklődők. Ennyi volt már a Kaleidoszkóp, a Rákosmente Televízió kulturális magazin műsora. Köszönöm, hogy velünk tartottak, tegyenek így a jövő héten is, viszontlátásra!